Szervusztok, sziasztok! Itt állandó, úgy néz ki, hogy állandó riporter társam, Cuki, és köszönöm benneteket, Cuki, integessél. Nem angol bulldog, de majdnem. Egy mentalitásra. Igen, de Guy Martinnak se angol bulldogja, hanem labrador, azt hiszem. Na tessék. Na ez azért ilyen eszesen összekötöttük, és köszöntelek akkor Gut Péter úr ismét a stúdióba. Szevasztok. És az egyik ilyen, köszönöm ismét, hogy itt lehetek, tényleg. Az egyik ilyen nagy ilyen, hát nem is tudom, ilyen fur. Ezt majd inkább te fogalmazd meg, hogy Guy Martin az mit csodája tulajdonképpen a motorversenyzésnek. A Guy Martin? Igen, tehát hát, a motorversenyzés Teslája, ilyen őrült tudós jellegű, vagy nem tudom. Hát hívhatjuk Teslának, vagy hívhatjuk John Brittennek, vagy bárminek hívhatjuk, de azért ez nem lenne fel, mert John Britten épített egy csodálatos motort, Guy Martin meg csak motorversenyzett. Hát már befejezte az aktív pályafutást. Ez az őrült tudós. Meg nem értett őrült tudós, igen, egyébként. Guy Martint az a helyzet, hogy Guy Martin lesz a mai témánk. Ha mi nem találtatok volna ki, Guy Martinhoz. Guy Martinban az érdekes, hogy Guy Martint a végén már a TT-n se értette meg senki. Tehát se az angol közönség, se az ír közönség. Róla azt kell tudni, hogy Lincoln síri, Asperger szindrómába szenved, tehát tényleg beteg, tömegiszonya van, nem tudja elviselni az embereket, nem is tud az emberekkel úgymond közelebbi kapcsolatban lenni, ha sok ember van körülötte, borzasztóan zavarja, ezért általában elbújik. Amikor aktív pályafutását élte, és mondjuk a Taiko csapatnak versenyzett, vagy előtte a Relentless Suzuki-nek, tehát a TASZ Racingnek, akkor ez mindig úgy nézett ki, hogy a nagy tehetős csapatok mindig kibérelnek egy nagyon menő házat a Manszigeten, ahol ott lakik az egész csapat. Ez általában Guy Martinnal úgy szokott lenni, hogy a csapat kibérelte a nagy házat, ott lakott az egész csapat, ott lakott Guy Martinnak a csaja éppen, aki volt, meg sok esetben a húga, mert néhányszor előfordult, hogy Guy Martinnak a húga volt a szerelője, ezt talán kevesen tudják. Például a Hondás időszakban, amikor a Hondával ment, akkor a húga két volt a szerelő, az egyik szerelő. És de Guy Martin soha nem lakott a csapattal, hanem a mikrobuszának a hátuljában lakott egy matracba. És volt egyszer, hogy a pedokba előfordult, hogy bennállt a Guy Martinnak a mikrobusza a TT pedokba, és 100 ember körbe állt a tranzitot. Mert mindenki tudta, hogy ott van bent hátul. És egyszer jött valaki a csapattól, és megvárta a csapat az egyik szerelő, amíg úgymond szétoszlik a tömeg, és amikor már csak ilyen 30 ember volt a tranzit körül, akkor betelefonált neki, hogy kijöhet. És akkor csak kinyitotta így lábbal, kirúgta a hátsó ajtót, fú, dobozos volt, nem volt üveg, és akkor kijött bele, tényleg ott volt bent, nem tudja elviselni az embereket. Hát ő tényleg egy ilyen meg nem értett hős volt, egy nagyon nagy tehetség, ahogy az angol mondaná, nature talent, tehát egy nagyon természetes tehetség. Ős tehetség. Azt az áttörést azt nem tudta meghozni, hogy mondjuk nyerjen TT-t. Sok minden más nyert, de TT-t azt nem tudott nyerni. Talán akkor volt hozzá a legközelebb, amikor ugye volt az elhíresült, nem elhíresült, de sok, még most is sok helyen látni, amikor az fölgyújtott. Craig Wilson Hondával, amikor ott a tűzgolyóba? Igen. Akkor vezetett, igen, akkor az gyakorlatilag vezetőhelyről esett el. És utána ő is, mint egy kicsit megrecsent volna, mondjuk az nem... Nem csoda egy ilyen bukás után, tehát azért ott könnyen ott lehetett volna maradni, azért ez egy nagyon gyors... Guy Martin mentalitását nagyon sokan is sokszor kutatták, én is, meg én is úgy kutattam, hogy angol szakembereknek a hosszas elemző cikkeit vettem figyelembe. Annyi tudni kell, hogy az Asperger szindrómának egy ilyen sajátos velejárója az, hogy a hosszú távú koncentráció nem működik. De Guy Martin a TT-n mondjuk 4 körön nagyon jól tudott koncentrálni, 1 kör 60 km, tehát 240 km-ig nagyon jól tudott koncentrálni, és amikor eljutottak a két körönként van kiállás, box kiállás, és amikor eljutottak a második box kiálláshoz, általában őt mindig az 5.-6. körbe szokták nagyon megverni. Uh-huh. Valahol ott fogyott ő el mentálisan. Uh-huh. Ezért volt neki mindig nagyon jó a szupersport, meg a szuperstock, mert ott a 4 kört azt viszonylag nagyon jól végig tudta tolni fejbe. Szupersportversenyt egyébként bukott el így győzelmet a büntetések miatt, meg azért, mert felrobbant a blokk. De a nagynál, a Superbike-nál, meg a seniornál valahogy az utolsó két körbe nem tudott ott lenni. Ez a bukás is ez nagyon érdekes volt, mert ott is vezetőhelyről esett.
Nem emlékszem, hogy hányadik körben volt ez a bukás. Most vagy a harmadik, negyedikben, vagy az ötödikben, valahogy így. De talán igen, ott volt a legnagyobb esélye arra. Azt a rádió hallgattam, azt mondom, élőben hallgattam a rádión, mert akkor nagy rajongója voltam épp a Martinnek, és akkor mondták, hogy lángol a motor, meg az nem volt kicsi. Az kicsit olyan volt a fényképekből, mint most, amikor Román Grozsán így a lángok közül kiugrott az égő autóból. Egyébként az olyan volt, hogy ott a tűzgolyó volt, és Guy Martin megcsúszott a tűzgolyóba a földön. Hát ott azért volt gerinctörés, meg csigolya, több csigolya eltörött, tehát azt megszenvedte, de túlélte. Egyébként ugyanaz a versenynek az újraindított szakaszában volt a másik nagyon legendás bukás, Cuki. Cuki, amit belerőfög. Az a bukás, amikor a Conor Cummins akkor hegyen ledobta a motort, és háttal ketté szakította a pattintott kőkerítést. Az ugyanaz a verseny volt, csak az újraindítás után. Conor Cummins azt túlélte, az egyszerűen hihetetlen. Igen. Ez valami elképesztő. Valamilyen rajz volt, ilyen játékbaba figura, pörög forog a levegőbe, és ez valami brutális. 19-ben nagyon nagy élmény volt aláírattatni vele az egyik képet, amit csináltam róla, hogy hú, ez megtisztelő, hogy ő még így itt áll, és verseny ez a mai napig. De amikor nekem ez is egy érdekes, nagyon jó csávó. Szóval a Guy Martin szindróma az ez, és hogy a Guy Martinnál egyébként ez való igaz volt, hogy ő tényleg szerelt, és ő tényleg 7 napból 6-ot dolgozott, reggel 6-tól este 8-ig. Scania szerelő volt. Az apja egyébként ugyanígy kamionszerelő, de hogy a feszültségek elkerülése véget nem az apjának a műhelyébe dolgozott, hanem az egyik helyi Scania kereskedőnél volt ő szerelő. Hát nem tudom, mindenki röhögött rajta. Tehát, hogy amikor vége lett a seniornak, akkor általában a komp társaság az mindig fenntartott neki egy helyet. Vége lett a seniornak, és Guy Martin, az körülbelül így 6 dobogós volt, akkor lerohant a dobogóról, bepakolt be a mikrobuszba, és ment le az első komphoz, hogy ő visszaérjen. Amúgy ő így menekült, tehát ő mindig elmenekült erről. Az tehát egész magára a TT-ről, amikor a felhajtás az nagyon nem hiányzott neki. Amikor csak lehetett, igen. Akkor már pattant. Hát pattant. Amúgy a TT-n a köztes időszakokban, amikor ő ott volt, akkor mindig kiment egy ilyen sziklaszírte part végébe, és akkor ott időzött, ahol tényleg nem találta meg senki. Ami nagyon nagy kérdés számomra, ugye te többször csináltál vele interjút, tehát beszélgettél vele. Na most, ha láttatok már Guy Martin interjút a tévében, általában feliratozzák. Igen. Még a brit anyanyelvűeknek is. Minden show műsorban feliratozzák Guy Martin. De amikor te élőben beszélsz fel, akkor neked nem feliratozza senki. Nem feliratozza senki. Általában ez úgy van, hogy Guy Martin interjút olyan 5-6-szor annyi ideig tart lefordítani és megszerkeszteni. És ő erre ő türelmes? Mert nem, hát én már utána egyedül csinálom a szerkesztést, jó, tehát fölveszem diktafonra. Jó, de bármit válaszolt, akkor abban nem kérdezel bele abba a témában, hanem akkor... Nem, véghagyom. Hát az első interjúnál ott konkrétan az volt, hogy nem kérdeztem be. Az első interjú az volt, hogy akkor volt a legnagyobb szupersztár, akkor 2011-ben mindenki őt akarta, és amikor 11-ben kimentem, akkor az egy nagyon nagy szám volt, hogy én Magyarországról jöttem. Szóval nem feliratozták az első interjút nekem Guy Martin a 11-ben, de akkor nagyon kedvesek voltak. Guy Martin akkor elérhetetlen volt, mert 11-ben mutatták be azt a filmet, ami róla készült, a Closer to the Edge-et. De hogy mivel én kimentem Magyarországról újságírni, amikor ezzel a tréleres mercis akciónk volt, akkor így olyan nagyra tartották ezt, hogy van egy állat, aki eljött, hogy azt mondták, hogy elintézik a Guy Martin interjút. És úgy tudták elintézni a Guy Martin interjút, hogy amikor volt a filmpremiér a Manszigeten, és mindenki hivatalos meghívót kapott arra, akkor behívtak a sajtóközpontba, és odahívták. Mindenki a filmet nézte, mindenki a filmet nézte, én a Guy Martinnal beszélgettem. Ez konkrétan így történt. És az azóta is az egyik kedvenc japán fotósom, aki akkor volt utoljára a TT-n, őt kértem meg, hogy csináljunk rólunk két képet, és akkor ő lefotózott bennünket. Az egy csodálatos pillanat volt. Mennyire laza az ember? Tehát ugyanolyan laza, mint képernyőn, de ahogy az elég nyugvenyelős volt. Ott nem fogta vissza magát annál az interjúnál, az szörnyű volt. Az konkrétan olyan volt, hogy ott fölvettem diktafonnal, és egy barátom, aki a Londonban élt, és anyanyelvi szinten beszélt angolul, neki átküldtem a hangfájt, hogy ő is hallgassa meg, és ketten próbáltuk lefordítani a válaszokat. Ő az első verziót így visszaküldte, és mondta, hogy nem érti. Hát ő nem értette. Hát van ez az Észak-Lincolnshire akcentus, és furcsa volt, hogy amikor 15... Amit ő azért még egy kicsit tovább tud. Tovább tudta, igen. Ne figyelj, nem.
És akkor 15-ben egyébként már nagyon profi volt, mert ott a csapatkamionban csináltuk az interjút, akkor már ott volt Nigel, a kutya, és nagyon érdekes, hogy na, akkor nagyon szépen beszélt. Hm. Tehát akkor teljes kommunikációba tudtunk, de én oda-vissza kérdések, tehát lereagálni, tehát ott akkor minden működött. Valószínű, hogy akkor így erőt vett magán, és akkor akart ő beszélni ezzel. Akkor már köré építették, mert ugye ráépítettek egy egész ilyen valóságshow jellegű ilyen. Az akkor már utána volt 15-ben, 11-ben volt ő a legnagyobb sztár, ugye 11-ben mutatták be a filmet, 11-ben volt ez az első úgymond ismeretterjesztő sorozat, amit a Narrowboatról csinált, a The Boat That Guy Built, ez volt az első ilyen show műsor, akkor indult az ő pályája. Hát valószínűleg akkor ott egy kicsit megtelenírozták ebből, hogy érthetőbben beszéljen, hát nem? Valószínűleg megtelenírozták, hogy érthetőbben beszéljen, és hát igazából nagyon sokan irigyelték is emiatt a helyiek. Mert Guy Martinról azt kell tudni, hogy őt eleinte az angol közönség azért nem kedvelte, mert rengeteget versenyzett Írországban. Tehát ő kifejezetten ezeken az ír mezőgazdasági utakon versenyzett, és az írek viszont imádták őt emiatt, hogy ő gyerekkorában, fiatal korában az ír utcai versenyeken nőtt föl. Nekem nem is nagyon volt zárt pályás. Az angoloknál? A Scarborough az volt talán nagyjából. Na, hát, hogy a Scarborough-t zárt pályának tekintjük, de hát... Ja, hogy, de én csak azt mondom, hogy az angoloknál egy ilyen utcai verseny volt talán a Tintin Kiel Scarborough. Az íreknél ott nem volt akkoriban olyan nagyon zárt pályás verseny, ott szinte csak ezek voltak. De hát a Martin angol, ő átjárt Írországba versenyezni, de valamiért az ír közönség őt mégis nagyon megkedvelte, és amikor ő ilyen nagyon nagy szupersztár lett úgy 2008-9-10-11-ben, akkor viszont nagyon elkezdték úgymond beméregetni, elkezdték szívni. Irigykedtek rá talán? Irigykedtek rá, és nem igazán kedvelték, mert akkor úgy voltak vele, hogy mennyire méltatlan az, hogy egy olyan versenyző, a legnagyobb sztár, és egy olyan versenyző miatt utaznak százezrek, aki sosem nyert TT-t, miközben az íreknek ott egy Dunlop, ott van egy Ryan Farquhar, az angoloknak ott egy John McGuinness, azért csak ott volt egy Cameron Donald, tehát komoly nevek voltak, és mindenki eljött Guy Martin miatt, ilyen műbajaszokkal. Elvitte a show-t. Hát igen, konkrétan az volt, mint mondjuk egy rossz színál, hogy mindenki sárgából, egy MotoGP-n tök mindegy, hogy hányadik helyen végez, a Guy Martinnál ugyanez a helyzet volt, és emiatt nagyon sokan nem kedvelték, és beszólogattak neki, gúnytűztek belőle, tehát a végén nagyon-nagyon csúnyán gúnytűztek a Guy Martin jelenségből egyébként az érek is. Már azt gondolná az ember, hogy nyugaton a nem, kicsit fejlettek. Nem. Nagyon-nagyon-nagyon méregették, és akkor jött ki a Guy Martinnek az igazi énje és lényege, hogy leszarta ezt is. Uh-huh. Tehát, hogy mert mindenki azt mondta, hogy így mondva csináltam lazán, meg mondva csináltam kamionszerelő, és szerintem az volt az embereknek a legnagyobb döbbenet, amikor rájöttek arra, hogy nem játssza meg magát, fogta, hogy most mondta, hogy jó, szevasztok, akkor hazamentem kamiont szerelni. És egyébként tényleg megcsinálta, tehát befejezte. Úgy hagyta abba az egészet, hogy így mondta, hogy jó, akkor nekem ennyi volt, amikor megakadt a Hondának a váltója, igazából az volt az utolsó 17-ben. Az lett volna a következő kérdésem, hogy mit tudunk most Guy Martinról? Hát Guy Martin akkor ugye tartott egy év szünetet 16-ban, ha jól emlékszem, akkor elment a Megalavancsa, a hegyi mountain bike versenyre, arra az elmebeteg mountain bike versenyre, amiatt kihagyta a TT-t, és akkor kapta azt az exkluzív szerződést a Hondától, hogy 17-ben akkor jöjjön vissza, és térjen vissza a Hondával, és akkor ő lesz a John McGuinness-el a húzó egyéniség a Hondánál, mert akkor úgy voltak vele, hogy na, most 17-ben visszahúdítják a koronát, és ez volt, hát a Honda fiaskója. Hát a legnagyobb, igen, de hogy azért egyébként, mert a 17-ben úgy döntöttek, hogy hát Neil Tuxford az nem egy jó csapatmenedzser, meg öreg, és akkor lecseréljük. Na, hát a legnagyobb hiba az volt, hogy Neil Tuxfordot lecserélték. Jött egy új csapatmenedzser, aki egyébként finge nem volt arra, hogy hogyan kell egy csapatot vezetni, meg üzemeltetni, és hát ez azóta se hivatalos, és azóta se nyilvános, de hogy John McGuinness karrierét az a Northwest-i bukás tette tönkre, és törte ketté, és hogy ez egy, hát ez egy műszakiba volt. Tehát azon nincs mit magyarázni. Hát akkor mind a két motornak folyamatos műszakiba volt. Igen, és a Martin, amikor fölült a Hondára, akkor már félt is rajta nagyon a TT-n, és aztán, amikor a TT-n ugyanúgy megakadt a váltó, csak egy sokkal alacsonyabb tempónál, mint a McGuinness-nek a Northwest-en, és bukott is, akkor volt az, hogy este ott adott egy interjút a pedokba, a TV, az ITV4 akkor vette föl, és ott voltunk,
Én Guy Martint nem láttam előzékeny után sírni, de hogy így szinte sírt az idegességtől, és mondta, hogy én nem fogok egy olyan motorral menni, ahol egyébként nincs összeszedett csapatvezetés, műszaki hibás, és nem vallják be. Ő kérte vissza az előző évi motort, hogy a régi Firebird-el akart menni, és mondta, hogy nem, ő ezzel a motorral nem fog menni. Akkor a Honda valószínűleg befenyítette, hogy a szerződés köti csak álljon rajthoz, és az volt a legdurvább, hogy akkor úgy volt, hogy kint álltunk a senior TT-t, vártuk, kint voltunk a pálya mellett, eljöttek a TT-zérósok, Guy Marty jött még a Mugennel, utoljára még lefényképeztem, hogy elment a Mugennel, és vége lett a TT-zérónak, és a rajt előtt egy fél órával a hangos bemondott, és mondta, hogy Guy Martin technikai okok miatt visszalép az indulástól, úgyhogy a közönség nagyobb sajnálatában nem láthatják a senior futamon. És igazából én akkor láttam utoljára Mugennel Guy Martint, és így vonult vissza. Egy valami volt, amit egyébként senki nem tudott, akkor már várandós volt a barátnője azon a versenyen. 5 vagy 6 hónapos terhes volt, és az egyébként nem volt publikus, tehát ezt nem tudta senki, és igazából szerintem úgy volt valahogy, nem, itt a vége. És azóta én azt hiszem, hogy született még egy gyerekük, tehát Guy Martinnek 2 gyereke van, és egyébként tényleg megcsinálta azt, hogy visszavonult teljesen a közélettől. Idén pandémia alatt azt láttam, hogy kombányokat és traktorokat vett, és most átment földművelésbe, szóval hogy csinálja a tévésorozatot, és egyébként gazdálkodik. Semmi sem tart örökké, valahol egyszer nem. Abba kell hagyni. Szépen mindent. El tudta engedni. Cuki el is aludt, tehát nem tudom, az lehet, hogy nagyon unalmas téma volt. Hogy... Nem hiszem. Maximum Cukit nem érdekelte. Úgyhogy hát ez Guy Martin. Szerencsés vagyok, hogy láttam őt. Ja. Klassz fickó. Nagyon szépen köszönjük, hogy elhoztad ezeket az infókat. Köszönöm, és akkor legközelebb én. Akkor egy másik ilyen sztárral kapcsolatban várunk tőled. Igyekszem felkészülni. Mindenféle érdekességet, és téged is várunk. Köszönöm. Legközelebb. YouTube csatornán kövess be minket, így mondják a fiatalok, hogy tudják követni. Iratkozz föl, kövess be, gyere nézzél, várunk ötleteket tőled, azt is megírhatod kommentbe ide a videó alá, hogy ki az, akiről hallanál pár szót. Tényleg. Hát, ha tudunk róla valami olyan dolgot, ami érdekes lett számodra. Köszönjük, hogy itt voltál, gyere legközelebb is, és köszönjük. Én köszönöm a meghívást is. Voltál Péter megint. Szevasztok.